Sziasztok túlélők, sziasztok harcosok, Eszter vagyok, és köszöntelek benneteket a csatornámon. Az itt látható videók a narcisztikus kapcsolatok mindennapi energiájával foglalkozik, és aki még nem iratkozott fel, viszont érdekli a téma, az iratkozzon fel, mert itt tényleg érdekes dolgokat lehet hallani. És akinek pedig ez a videó tetszik, az pedig a végén adjon nekünk egy lájkot. Like Ma utazunk egy kicsit a narcisztikus ember fejében. Tudom, már nagyon vártátok, hogy végre oda menjünk, kinyissuk az agyát, és nézzünk bele ebbe a káoszba, ami ott uralkodik, és talán navigáljunk valahogy ebben a káoszban, amit ott majd találunk. Ebben a videóban a narcisztikus fejében való utazás alatt a leggyakoribb kérdéseitekre is fogok válaszolni Lee akkal készült interjú alapján. Rengeteg e-mailt kapok tőletek naponta, és nagyon sok a hozzászólás a, a csatornán is a különböző videókhoz. Nem túl sok, soha nem elég, de... Klassz, tehát már izmosodunk hozzászólásokban. Viszont mindenre nem tudok válaszolni, főleg, hogyha privát e-maileket kapok, akkor feltűnt nekem, hogy egyenként ugyanazokat a kérdéseket többször is felteszitek, és ahelyett, hogy én ugyanazokra válaszolnék, ugyanazokra a kérdésekre többször, úgy gondoltam, hogy ez egy perfekt videó lenne, amely sok kérdésre egyszerre tud akkor majd válaszolni ebben a videóban tíz kérdésre fogunk válaszolni, tíz nagyon gyakori kérdésre. Az első kérdés, amit általában feltesztek nekem, plusz egymásnak is, a hozzászólásokban is, az e-mailekben is, az az, hogy tudja-e a narcisztikus azt, amikor ő manipulál. Tudatosan manipulál-e minket a narcisztikus? A válasz az, hogy igen, Tudja pontosan, hogy manipulál minket, hisz ő tudja azt, hogy mi a különbség a jó a rossz között. Az etikus és az etikátlan dolgok között. Tehát teljesen tudatos, amikor manipulál. A cél van az ő agyában. Ezt a célt minden áron, minden áron el kell érni. Hogyan tudja elérni? Főleg az olyan célokat, amelyek nem etikusak. Manipulációval. Vagy pedig hazudozással, hát manipuláció meg hazudozás végül is igaziból tényleg majdnem szétválaszthatatlan, itt most csak árnyalunk, és gázlángozással például. Minél nagyobb a cél, amit el akar érni, vagy minél gátlástalanabb, minél etikátlanabb a cél, amit el akar érni, annál nagyobb manipulációt, hazugságot, gázlángozást kell alkalmazni. És állítólag Annál büszkébb is erre a narcisztikus, mondja Lee Hammock az interjú alatt. Annál büszkébb is. Szóval a válasz az, hogy tudatosan manipulál. De az, hogy az ő célja, kiválasztott célja, annyira támadó, annyira ö, sértő rád nézve és a kapcsolatra nézve, tegyük fel egy megcsalás vagy bármilyen más etikátlan cél, amire ő kivetette a hálóját, hogy az téged megbánt, az őt nem érdekli. Ez egy automatikus következménye annak, hogy ő olyan célra vetette a szemét, amelynek a kivitelezése téged majd nagyon megbánt. Őt ez nem érdekli. Őt az érdekli, hogy elérte a célját. Hogyha te ezáltal megbántódsz, és megsérülsz ebben az egészben, így jártál. Szóval ők teljesen tudatában vannak annak, hogy mi az, hogy hazugság, és mi az, hogy igazság. De hogy már előző videómban mondtam, neki a hazugság az egy eszköz, nekünk a hazugság az egy bűn. Tehát erkölcsileg más szempontból nézzük ugyanazt a koncepciót és tudja, nagyon jól tudja azt a narcisztikus, hogy mi az etikátlan, az etikus, a jó és a rossz választás, de neki a cél lebeg a szeme előtt. A második nagyon gyakori kérdésetek az az, hogy ha valakit ő fölidegesít például minket, vagy megbánt, akkor a narcisztikust az mennyire befolyásolja, milyen érzéseket támaszt ő benne az a tudat, hogy minket ő megsértett vagy megbántott. Lehemök szerint elsősorban ő nem is érti. A narcisztikus nem is érti, hogy te miért bántottál meg. Hát ő elérte a célját, vagy el akarta érni a célját, téged ez nagyon megbántott, a kapcsolatot tönkretette, hát így jártál másodszorban azt mondja, hogy oké, okay, nagyon megbántottál, és akkor ugye mi áldozatok, akik nagyon megbántottunk, felelősségre vonjuk a narcisztikust. És a narcisztikus azonnal, azonnal, ahogy őt felelősségre vonják, azonnal ránk irányítja, felénk irányítja a problémát azzal, hogy igazolni kezdi a saját cselekvését, mondván, hogy ez a te hibád volt. valami te csináltál azért, hogy engem erre az etikátlan választásra késztettél. Például nálunk meg volt mondva, hogy én azért csaltalak meg Eszter, egyszer bevallotta, mert te Eszter meggyanúsítottál azzal, hogy én pénzt loptam tőled. Tehát állandóan van egy válasz ezekre a szenáriókra. Ő kiszemelt egy célt, azt tűzön-vizen keresztül véghez vitte, a kapcsolatot és téged ezzel megsértett, te így jártál az ő szemébe, és amikor számon kéred, akkor az a te hibád volt. Tehát ő igazolja azt, hogy igen, hát így döntöttem, etikátlan voltam, de ez a te hibád volt. Te valahogy generáltad bennem ezt a döntést. A harmadik kérdésetek nagyon sokszor az az, hogy hogy van az, hogy te nárcisztikus ennyi empátiát mutatsz saját magad felé, viszont a környezetedben élő emberek felé nulla vagy nagyon kevés az empátiád? Erre a válasz az, hogy egy nárcisztikusnak nagyon limitált érzelmi kapacitása van. Tehát nekünk sokkal több érzelmi kapacitásunk van. Ha úgy akarod esetleg képletesen mondani, az az, hogy a mi telefonunknak az akkumulátora sokkal, többet elbír, sokkal nagyobb töltésű, mint egy narcisztikus érzelmi akkumulátora. Ezáltal, hogyha mondjuk a narcisztikusnak a napja elkezdődik, az ő érzelmi kapacitása nagyon gyorsan csökken, nagyon gyorsan megy lefelé. A miénk nem csökken olyan gyorsan, mert mi egészséges, érzelmi kapacitású emberek vagyunk. Viszont az övé nagyon gyorsan csökken. Ezért lehet, hogy mire már hozzád jut, és te valami kis dolog miatt számunk kéred, vagy van egy ilyen kis mini félreértés, ő már nem tud ér egészséges érzelmekkel reagálni erre az incidensre, nem tud egészséges érzelmekkel viszonyulni ehhez a szituációhoz, mert már nincs benne az az érzelmi kapacitás, amelyből ő tudna neked is adni. Ilyenkor kezdődik a dühkitörés, ilyenkor kezdődik a veszekedés, ilyenkor kezdődnek a toporzékolások, a hisztik, a csúnya beszéd, mert már nincs, miből Adnia. A negyedik kérdésetek, amit többször megkérdeztek, az az, hogy hogyan tudjuk rábírni a narcisztikust arra, hogy terápiára menjen, hogy elkezdjen egy terapeutával egy gyógyulási folyamatot. Hát a narcisztikus válasza erre az, Lee Hammock válasza az, hogy ö, akkor fogékonyak nagyon kevesen a terápiára, amikor tényleg már lesüllyedtek a nihilbe, amikor, ahogy az egyik társunk többször írta, összeomlott ez a narcisztikus. Amikor már nem tud senkit sem okolni a saját életéért, a saját szerencsétlenségért, a saját elbukásaiért. Amikor látja az életét így, szembesül az életével, az életének a részleteivel, azokkal a sikertelenségekkel, amelyeket a döntéseivel produkált az életben, és már senkire nem tudja ezt a felelősséget ráhárítani. Na most, a probléma az, hogy nagyon sokan mi empaták nem engedjük le a a nihilbe. Nem engedjük, hogy jó nagyot csattanjon valahol a szakadék mélyén. Hanem ugye, mivel mi empaták vagyunk, valahol kimentjük. Valahogy kimentjük, az utolsó pillanatba elkapjuk. És nagyon sok hozzászólásaitok ugye mutatja ezt. Például Marianka mondta, hogy hát oda ment, és akkor most lehet, hogy félreértettem, de mondtad azt, valami ilyesmit sugaltál, hogy nem tudta fizetni az albérletét, lehet, hogy Marianka besegített pénze, de azért megfőzött, azért kitakarított, azért kimosott neki. Ugyanezt valaki más is, szem, MKV írja, hogy legalábbis azt, azt mutatja a hozzászólásaiból, hogy oké, okay, szakítottak, és most no contact van, de azért mégis van, van kontakt, mivel a narcisztikus néha MKV-t felhívja, és akkor a narcisztikust vigasztalni kell. Szóval mindig elkapjuk őket, én ugyan ezt csináltam, fizettem albérleteket, azért, mert nem volt szívem leengedni a nihilbe. Viszont, hogyha nem engedjük le a nihilbe, soha nem fog terápiára járni. Mondjuk ez teljesen valószínűtlen, így ahogy van, hogy ők egyáltalán önmaguktól, vagy bármi miatt terápiára járjanak, de így pedig aztán semmi esélye nincs, hogyha mi állandóan elkapjuk őket. Tehát meg kell tapasztalniuk ezt a fajta nihilt, amibe le lehet őket engedni, és akkor talán ugye elmennének a terápiára. Azt mondja ez a narcisztikus, akit meginterjú voltak, hogy még véletlenül se a partner kezdje sugalni, ajánlani, proponálni azt, hogy járjanak terápiára, mert a partner az mindig egy nagy kritika forrás. Nekünk amúgy se hisznek, mi amúgy is hülyék vagyunk, és mi állandóan kritizáljuk őket, szóval ez a fajta kritika, hogy neked terápiákra kell járni, már eleve érvénytelenítődött az elejétől. Lee Hammock szerint az egyik legjobb stratégia a narcisztikusok ellen, és az, ami esetleg hozzásegíti őket ahhoz, hogy a szakadék mélyére kerüljenek, az a no contact. És itt most nem no contact egy darabig, vagy no contact hétfőszerdán pénteken. Itt no contact. Ezt nagyon vésétek az eszetekbe. Ha elhatároztuk, hogy no contact, az no contact nincs rohangálás kimosni, nincs rohangálás megfőzni, mert nem engeded le a szakadékba. És ezért te támogatod, és nem csak őt támogatod, hanem azt a viselkedést, amelytől szenvedtél éveken keresztül. Te adod alá a lovat, te táplálod ezt a dolgot. Itt azért most feljön egy kérdés. Egyáltalán le fognak-e zuhanni a szakadék mélyére? Tudjátok, én nagyon nem szeretem a támogatókat, ebben már több videóra is kitértünk, mert a támogatók pont megakadályozzák ezt, hogy, hogy ők nagyot csattanjanak a szakadék mélyén. A másik pedig, hogy a narcisztikus mindig fog egy új forrást, egy táplálékot keresni, nem csak szerelemből, hanem barátilag, akkor ott vannak a szülők, a rokonok, akik megfogják őt, mint védőháló a szakadékba zuhanás előtt nem biztos, hogy le fognak zuhanni abba a szakadékba, mert őrült sok a támogató. És ott a hárem, akiből valakit majd ez a narcisztikus kihalász azért, hogy, hogy pillanatnyilag megmentse. Viszont mi, mi, akiket végig bántalmazott, mi ne támogassuk őket. Ezzel is talán megnöveljük az esélyét annak, hogy lezuhanjanak a szakadékba, ami nekik is jó, mert mikor majd elérik azt a köves, göröngyös szakadék aljat, talán akkor rádöbbennek arra, hogy ők kik. Na, azért ne fogadjunk itt dollármilliókba, mert nem biztos, hogy ez így lesz, de rajtunk nem újjon. Az ötödik kérdés, amit többször feltesztek, az az, hogyha terápiára jár, mennyi ideig tart egy terápia? Hát most ugye mindenki máshol helyezkedik el a spektrumon, viszont egyre lehet készülni hosszú távú Életük végéig nagyon nagy valószínűséggel. Kutatások mutatják, hogyha ha abba hagyják a terápiát, még csak ideglenesen is, akkor visszafelé fejlődnek. Szóval sajnos nem tudják azt a, azt a státuszkót megtartani hosszú távon egy abbahagyás után, hanem hogyha abba hagyják a terápiát, akkor visszafelé fejlődnek, és az egész munka kezdődik előről. A hatodik kérdésetek, többször felteszitek, hogy miből áll a terápia, mi az, amit ott megtanulnak ezek a narcisztikusok. Általában az ilyen terápiák azok a, a viselkedés változtatásra, a viselkedés modifikálására, viselkedés moderálására alapulnak. Egy ilyen dolgot, egy ilyen terápia gyakorlatot emel ki Lee Hemök ebben az interjúban, az pedig az, hogy megtanulnak hallgatni, tehát figyelni például egy beszélgetést. A terápia alatt megtanulnak azért figyelni, hogy hallják, amit mondasz, mert a terápia előtt csak azért figyeltek, hogy reagáljanak arra, amit mondasz. Érzitek itt a különbséget? Amikor azért hallgatunk, mert meghallgatunk téged, tehát meghallgatunk, hogy válaszolni tudjunk érdemben, ez a terápiának az eredménye, terápia előtt pedig egy narcisztikus, aki nem ment még terápiára, azért hallgat téged, amikor beszélsz, mert azt figyeli, hogy hogyan tud reagálni, hogyan tud ütni, tehát említettük már különböző videókban, hogy a narcisztikusnak a világ, a körülötte lévő világ egy fenyegető világ. Mert mindenki le akarja róla tépni a maszkot. Tehát amikor a narcisztikus még nem jár terápiára, és te vele beszélsz, és ez az, amit mi megtapasztalunk, ő nem Azért hallgatja a te beszédedet, mert érdekli, mert érdemben szeretne reagálni, mert egy beszélgetést esetleg mélyebb rétegekbe akar levinni, ugye ezt mondtuk, hogy felszínesek ezek a beszélgetése, mert neki a figyelme abban merül ki, hogy azt figyelje, hogy mire kell reagálnia, mit kell visszaütnie, mi az, ami őt támadja. És ezért van az, hogy soha nem érezzük, az, hogy a beszélgetések mélyre mennek, a beszélgetések felszínesek maradnak, és minél komolyabb témát hozol fel, annál nagyobb az esélye annak, hogy veszekedésbe fog ez a téma torkollani. Mert nem azért hallgat, hogy arra ő érdemben válaszoljon, hanem azért hallgat, vagy hallgat meg téged, hogy arra ütésszerűen reagáljon. Na most a terápia alatt állítólag megtanulnak ők moderálni, megtanulnak szabá önszabályozni, megtanulnak, megtanulják a reakciójukat kezelni. Tehát több időt adnak neked ahhoz, hogy kifejtsd a mondani valódat érzésekről nem szeretnek beszélni. Mert hogyha mi azt mondjuk a narcisztikusnak, hogy figyelj, el szeretném neked mondani, hogy én hogy érzek, és ebbe mindannyian belementünk, a narcisztikus már kibontja az antennáit, és arra fog figyelni, hogy mit fogsz ellene felhozni. Azért, mert nagy esélye van annak, ha mi azt mondjuk, hogy figyelj, szeretném elmondani, hogy hogy érzek, akkor annak a témának a lényege az, hogy a narcisztikus valahogy úgy viselkedett, hogy nekünk az fáj. Tehát a mi érzéseink az ő cselekvésein, általában negatív cselekedetein alapozódnak. Tehát már nem figyel arra, hogy te mit akarsz mondani, és hogy hogy lehetne orvosolni ezt a hibát, vagy bármit, vagy, vagy megoldani ezt a dilemmát, vagy, vagy konfliktus helyzetet, hanem arra fog már figyelni, hogy hogyan tud visszaütni, hiszen már megint az ő fejében ő valami miatt alul maradt. A hetedik kérdés, amit nagyon sokszor feltesztek, az az, hogy a narcisztikus valóban tud-e szeretni. Tehát, hogy szeret, vagy szeretett-e minket. A válasz erre az az, hogy Ugye előbb mondtuk azt, hogy nagyon limitált az érzelmi spektruma, nagyon limitált az érzelmi kapacitása. Tehát annyira tud szeretni, amennyit ez a kapacitás megenged. Viszont ez a kapacitás nem egyenlő azzal a kapacitással, ami nekünk van, például egy empatának a kapacitásával. És ezáltal az ő szeretetük egy feltételekhez kötött szeretet. Nem egy feltétlen szeretet, amelyet mi adunk egy normális kapcsolatban. A feltételekhez kötött szeretet az azt jelenti, hogy az ő fejében, a narcisztikus fejében fel van állítva az, hogy mi az, hogy tökéletesség. Az Eszter például azért tökéletes, mert a narcisztikus fejébe. Vagy pedig Ági azért tökéletes, vagy András azért tökéletes, vagy Robert azért tökéletes, mert és te egyszer valamilyen cselekvéseddel, cselekedettel, amiről egyszerűen nem is tudsz, hogy ez hibának van titulálva a narcisztikus fejében, egyszer csak ezt a tökéletes képet magadról megbontod. Például olyan lehet, hogy én egyszer olyat mondok, egy olyan álláspontot például politikáról, vagy bármiről, amivel ő nem ért egyet. Kész, az én tökéletességem már megszűnt, és már mehetek a szemétdombra. Már, ezt a, már ez a szeretet, ez a szerelem, ami normális kapcsolatokban érvényes marad a különbségek ellenére, nála már nem érvényesül. Vagy tegyük fel, hogy csak mondok valamit, Péter horkol éjjel vége annak a tökéletességnek. Már kell menni máshoz, hátul a háremben, ahhoz, hogy az újabb tökéletes partnert megtalálják. Tehát akkor tud szeretni? Valamilyen kapacitással tud, de ő tökéletességet vár el. És hogyha ezt a tökéletes képet te valahogy eltöröd, vagy megkarcolod, akkor ott már vége ott már nem úgy szeret, ahogy eddig szeretett. És ezért van az, hogy felszínesek. És mivel felszínesek, és, és minden ilyen feltételekhez van kötve, ezért olyan könnyű nekik megcsalni, vagy és továbbállni. A nyolcadik kérdés az az, hogy Ú, Eszter, szerinted megbánta, hogy engem ott hagyott, vagy én leléptem? Hát léhemök szerint most már, úgy gondol, terápia alatt vagy után úgy gondol a kapcsolatokra, hogy azt bánja meg, hogy téged megbántott, vagy csúnyát mondott. Tehát így kognitív megbánja, felismeri, mert megvan neki mondva, hogy ez rossz viselkedés volt, akkor ő azt azzal tisztában van, megbánja. Terápia előtt viszont, ahogy az előbb említettem, a kapcsolatnak vége van, te ott hagytad, ő ott hagyott téged, de a narcisztikus állandóan igazolni fogja azt, hogy a te hibád volt, hogy ott Én ugye ott hagytam őt, mert lebukott a megcsalással, nem kommunikáltam vele, no contact, az én volt páromnak a fejébe, tuti fix, hogy nem az ma, hogy úristen, hogy megbántam, megcsaltam az esztet ő elismeri, mert már visszahallottam, hogy elismert, hogy megcsaltak, hogy megcsalt engem, de ez az én hibám volt. Úgy, hogy én ezt észre se vettem. Tehát valószínű, hogy az ő fejében ez az én hibám volt. Valószínű, hogy valamilyen tökéletesség szabályát én megszektem, csak én nem tudom, hogy az mi volt. Akárhogy is lett vége ennek a kapcsolatnak. Lehet, hogy kognitíve megbánja, vagy érzi azt, hogy nem szépen viselkedett, de terápia nélkül ő ezt igazolni fogja, meg fogja magyarázni az ő logikája szerint. Például Lihem azt mondta, hogy miért csalta meg például az egyik nőt. Hát mert az egyik nő aznap este nem ért rá, hogy Livel kimenjen mondjuk egy étterembe, jó, hát akkor kimegyek mással és kész, meg volt a meccsás. De ez a nő nem tudta, hogy az, hogy egyszer lemondja a programot, mert éppen mondjuk dolgoznia kellett, vagy beteg volt az anyukája, vagy mit tudom én, hogy ez olyan karcolást okoz azon a tökéletes felületen, hogy már abba torkollik, hogy megcsalták. A kilencedik kérdés, amit nagyon sokszor feltesztek, és látom a kommentekben, hogy nagyon sokan még mindig bizakodtak ebben, hogy meg tud-e változni a narcisztikus? Mert ugye itt vannak ezek a szuperterápiák. Hát eleve a terápiára tutifix, hogy nem fog elmenni, tehát nagyon kevesen járnak terápiára. A másik pedig az, hogy a terápia igazából csak a viselkedést modifikálja. A terápia csak a viselkedést szabályozza. Ő belső érzelmeit, az érzelmi intelligenciáját, a lelkét, a szívét nem tudja megváltoztatni. Tehát én se tudnám saját magamat belülről megváltoztatni. Most jobban kell szeretnem ezt, meg jobban kell szeretnem azt, ha nem szeretem, nem szeretem. Szóval felszínes viselkedési modifikációkat tud a terápia adni egy narcisztikusnak. Emlékeztek, én is mondtam nektek, hogy ki kellett így screenshotolni, monitor képezni azt, hogy mik azok a mondatok, amelyeket nem mondunk a másiknak, mert ezek a mondatok fájnak a másiknak. Oké, okay, oké, okay, oké, okay, Eszter, oké. Okay. És akkor három napig nem hallottam azokat a mondatokat, de nem azért, mert az én volt partneremben tényleg tudatosult érzelmi szinten az, hogy Úristen, én ilyeneket mondtam, te atya Isten, ha nekem ezt valaki mondaná, akkor én hogy érezném magam, hanem kognitíve tudatosult benne. Igen, nem mondok ilyet, nem mondok ilyet. De a narcisztikus nem maratoni futása van kiképezve, hogy éveken keresztül tudjon egy irányba ezzel a modifikált viselkedéssel előre haladni, hanem sprintre van kiképezve. Ami azt jelenti, hogy két-három percig fut, és elfárad. És nem tudja az új viselkedési szabályokat sokáig folytatni. Ezért van az, hogy életük végéig terápián kell lenni, mert, mert akkor minden terápia foglalkozás alatt újra lehet ezeket a szabályokat tudatosítani és venni. Tehát egy narcisztikus sprintre van képezve, nem maratonra. És amikor azt hiszük, hogy majd a narcisztikus megváltozik azért, mert terápiára jár, amire nem jár, vagy azért, mert mi, majd mi megváltoztatjuk, nem tudod a narcizmust a narcisztikusból kiszeretni. Lehet, hogy a viselkedését modifikálja, lehet, hogy viselkedési változtatásokat tud sprint formában létrehozni, de belül még mindig rotyog, buborékol az a narcisztikus, aki ő benne, benne van. Csak most más, hogy fejezi ki magát. Most talán civilizáltabban beszél, de aki ő, az még mindig ő belül. A tizedik kérdés, amit sokan kérdeztek, az az, hogy Miért csináljuk, miért folytatjuk ezt a kutató munkát, miért érdeklődünk ennyire, miért nézzük ezeket a videókat, miért olvassuk ezeket a könyveket. Mert végül is magadat akarod megérteni, azt akarod megérteni, hogy te mibe keveredtél. És minél jobban megismered ezt a szituációt és ennek a patológiáját, annál jobban megérted azt, hogy te ebben nem vagy hibás. Tehát te magadat, magadat, a te szerepedet, a te ártatlan szerepedet akarod megérteni ezekkel a kutatásokkal. Őt nem fogod soha megérteni, eleve azért, mert mindenre nem kapunk választ. És ezt mondtam nektek, körülbelül a kérdések 95%-ára tudunk válaszolni. 5%-ra, 10%-ra biztos, hogy nem fogunk tudni válaszolni. Engedjétek ezeket a kérdéseket el, mert bezizzenünk. Nekünk nem az a célunk, hogy őt megértsük. Nekünk az a célunk, hogy magunkat értsük meg, azon szituáció megértése által, amelybe belekeveredtünk. És hidd el, amikor majd te ezt megérted, nem fogsz már ezzel ennyit foglalkozni. Mert akkor már jönnek más érdeklődések, más emberek az életedbe, és ezt el fogod engedni, mert megmondom őszintén, hogy idő után nem éri meg. De most még itt vagyunk, még csináljuk, mert még nagyon hasznos ez nekünk, hisz gyógyulásunk egyik komponense az, hogy megosztjuk egymás között ezeket a történeteket, és hogy megértjük azt, hogy mibe keveredtünk bele, milyen tükröt mutat ez magunkról, mi nekünk a lehetőség arra, hogy egy önismereti folyamatot elkezdjünk és véghez vigyünk. Szóval magunk miatt kutatjuk továbbra is a narcizmus izgalmas kérdéseit. És akkor itt fogjuk folytatni. Akinek ez tetszett, az nyomjon egy lájkot, és kíváncsi vagyok a hozzászólásaitokra. Voltak-e aha pillanatok? Hm? És aki nem erről ír, az tudni fogom, hogy nem hallgatta meg a videót végig. Sziasztok!